Nyitom mindjárt. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Sarnyai Leona vagyok, a ma reggeli Szinergia Online Fórum vendége, Imrics Zoltán, akiről annyit tudunk, hogy gyógyító, aki önmagát akarta gyógyítani, és hogy milyen sikereket ért el, és mi mindent csinált, és hol tart most. Arról most néhány mondatban megkérlek, Zoltán, hogy meséljél nekünk, hogy mi vezetett téged arra rá, hogy egyáltalán elkezdjél ezzel foglalkozni. Úgyhogy kérlek szépen, adom neked a hangot, mutatkozzál be nekünk röviden. Szeretettel köszöntelek benneteket. Én Imrik Zoltán vagyok, és egy elég különleges módon kerültem ide. Jó 20 évvel ezelőtt az egyik tanító mesterem mondott egy mondatot, ami egészen szíven ütött. Azt mondta, hogy egy bizonyos szellemi szint eléréséhez minimum 7 év terápiára van szükség. Ez engem nagyon meglepett és megrázott, azt hittem elegendő a tanulás, az odafigyelés, és amikor ezt meghallottam, elkezdtem keresni a megfelelő gyógyítókat, terapeutákat, akikhez elmehetek, és elkezdhetem önmagam a terápiázni, rendbe rakhatni. 20 év alatt végül is nagyon-nagyon sok terápiával ismerkedtem meg. Úgy érzem, hogy sikerült igazán jó tanítókhoz, gyógyítókhoz eljutnom, de úgy éreztem, hogy ez még mindig kevés, ennél gyorsabb és jobb haladásra vágyok, ezért elkezdtem tanulni a különböző módszereket. Most már több mint 35 nagyon-nagyon erős gyógyító terápiát tanultam meg a világ különböző részein, és egy idő után rájöttem, hogy ez már messze több, mint amire nekem szükségem van, ezt elkezdtem alkalmazni a környezetemen. Ezek a terápiák elsősorban a betegségeknek és a konfliktusoknak a feloldására irányul. Nagyon-nagyon fontos megértenünk azt, hogy minden konfliktus valamiféle akadályt hoz az életünkbe. Előhoz egy olyan jelzést, egy olyan gátat, amit valaha nem oldottunk meg, és lassan már itt az ideje, hogy foglalkozzunk vele. Egy megoldás a betegségekkel kapcsolatban, ha rájövünk, megértjük azt, hogy a konfliktusok érzelmi töltésű, és az érzelmek azok, amik okoznak bennünk vagy betegséget, vagy valamiféle elakadást az utunkban. Az úgynevezett orvostudomány, amit tanítok is, nagyon nagy megértést hozott. Amíg ez nem volt elismert és közismert, senki nem tudta megmondani, hogy miért, kinek, mikor, hova, milyen típusú betegsége elváltozása jön. Ez az úgynevezett orvostudomány pedig teljesen korrekt, követhető, ellenőrizhető válaszokat és megoldásokat adott számunkra. Amikor az érzelmekkel elkezdtem foglalkozni, rájöttem, hogy ott van a titok, ott van letéve minden olyan válasz, amit nem találtunk meg eddig. Ugyanis érezzük azt, hogy a lelkünk a legfontosabb, legjobb vezetőnk. Csak nem értjük a szavát. A lelkünk az érzelmeinken, az érzelmi testünkön keresztül kommunikál nekünk, és adja az iránytűt. Ha ezt most nagyon leegyszerűsítem, mondhatom azt, hogy ha most jól érzem magam, pozitív érzelmeim vannak, akkor a lelkem azt jelzi, hogy jó irányba vagyok. Mondhatom úgy is, hogy akkor jelenleg a lelki szükségleteim és fontosságaim kielégülnek. Tehát csak egy jelzést kapok arra, hogy jó az irány, amerre dolgozom, amerre haladok az életben. Amikor ezek az úgynevezett nem jó érzések vannak rajtam, akkor az csak annyit jelent, hogy a lelkem fel akar rázni, figyeljek oda, vegyem észre, hogy letértem a jó útról. Ha másképp fogalmazom, a fontosságaim és a lelki szükségleteim nem elégülnek. Tehát, ha ennyit megért minden hallgató most, akkor már kapott egy arany iránytűt az életében. Hiszen azt mindenki érzi, tudja, hogyha a lelkének az iránymutatására tud hallgatni, akkor csak jó irányba fog menni.
amikor elkezdtem az érzelmekkel foglalkozni, rájöttem, hogy itt egy óriási kincses bánya van. Egy olyan dolog, amivel nem nagyon foglalkozunk. Maga a társadalom azon dolgozik, hogy leszoktasson minket arról, hogy kapcsolatba kerüljünk az érzelmeinkkel. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a sikernek például egyetlen mérőszáma van. És ez nem az intelligencia, nem az iskolázottság, nem a sok könyv, nem attól függ, hogy hova születünk, hanem attól, hogy az érzelmi intelligenciánk mennyire fejlett. A legtöbb tanítványomnak meg szoktam mutatni, hogy az érzelmi létre az, ami a legnagyobb varázspálca egy ember életében. Gyakorlatilag életünk végéig elkísért. A tanítványaimnak úgy szoktam ezt odaadni, hogy érdemes lefóliázni, hogy minél tovább tartson, mert a legnagyobb segítséget fogja adni. Az érzelmi létre az abban segít, hogy bármikor meghatározom azt az állapotot, amiben éppen vagyok. Ha ezt tudom, hogy milyen állapotban vagyok, hatalmas segítség. Tudom azt, hogy ha nem egy jó szinten vagyok, ahol pozitív teremtést tudok indítani, akkor ott nem kellene tartózkodnom, tehát oda teszi a figyelmemet, hogy változtassak. Amikor jó szinten vagyok, megerősít abban, hogy most jó teremtéseim lesz. Ugye egy izgalmas dolog, hogyha ha a teremtésről beszélünk. Mindenki tudja, hogy ő teremti a saját életét, de nem mindig pont azt tapasztaljuk, amit szeretnénk. Hol van akkor a mi kis repülőgépünkből a botkormány, amivel irányítani tudunk? Na hát, pontosan ez az. Ez az érzelmi létre, az a botkormány, ami segít nekünk. Hogyha be tudod tenni az érzelmi létrát, akkor hozzáfűzök egy-két magyarázatot, és mindenkinek ajánlom figyelmében, hogy ez egy kincs lesz. Az érzelmi létra, amivel mi dolgozunk, 22 fokos. Ennél vannak sokkal bonyolultabb, bővítettebb verziók, de ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy mostantól kezdve valaki kézben tartsa az életét. Legfelül van a boldogság, tudás, magabiztosság, szabadság, szeretet, nagyrabecsülés szintje. Csak egy pár dolgot szeretnék hozzátenni. Boldogságról mindenki tudja, hogy mi az, mert éreztük már a boldogság érzetét. Nagyon-nagyon jó. Milyen érdekes, hogy egy érzelmi létrán megjelenik a tudás. Hát a tudás az nem egy érzelem. Mégis itt van a helye. Ez egy különleges dolog. Amikor ezen a szinten vagyunk, a tudás hozzáférhetővé vál. Képzeljétek el, hogy nagyon sok olyan tanítványom volt, aki nagy doktorira készült, vagy valami nagy bemutatkozásra fontos embereknek, és amikor nem vagyunk egy pozitív állapotban, bármennyit tanulunk, magolunk. A tudás nem hozzáférhető. Nagyon szeretem a példákat, engedjétek meg ezt a példát. Egy 20 pár éves fiatal lány, aki nagyon-nagyon sokat tanult az életében, és egyébként önmagától is zseniális, elvitték Amerikába, hogy a világ legnagyobb üzletemberei előtt tartson egy prezentációt. Onnan hívott fel ez a kislány, hogy reszket a lába annyira, hogy képtelen lesz fölmenni a színpadra. Meg egyébként egy betű sem jut az eszébe. Megkértem, hogy menjen ki a vécére, vigye magával a telefonját, és 2-3 percre zárkozom. Csináltunk egy nagyon egyszerű gyakorlatot, ezt minden tanítványomnak meg szoktam tanítani, egész megdöbbentő erejű 3-4 perces gyakorlat, aminek az értelme az, hogy bárhol is vagy, fölemel nagyon magasra az érzelmi létrán. Megcsináltuk ezt a gyakorlatot, utána a kislány letette a telefont, és pár nap múlva, amikor visszajött Magyarországra, beszámolt róla, hogy kiment a színpadra, nem remegett a lába, semmi negatív érzés nem volt benne, és egy olyan prezentációt kivágott, hogy ő lett a második. Tudni kell, hogy ezt a versenyt, ahol ő megjelent, mindig a belgák nyerik, mert ez az ő játékuk, ők is írják ki. Tehát itt egy második helyezett, az gyakorlatilag egy tökéletes, biztos elismerés. Tehát, még egyszer, a tudás nem érzelem, de a tudás hozzáférhetővé válik egy ilyen magas szinten. Szeretném itt még elmondani, hogy ami egy
teljesen különálló dolog még mindig. Legfelül ott van a szeretet, nézzétek meg. A legtöbb embernél ez természetes, hiszen a szeretet csodálatos csúcsérzés, persze, hogy fönt van az érzelmi lét a tetején. Hát, van egy hírem. A szeretet nem egy érzelem. A szeretet egy tudatossági szint. Rendkívül magas, de nem érzelem. Akkor érzelem, hogyha csereeszközként használom. Csernus Doki erről nagyon érdekesen szokott beszélni. Amikor üzletelünk a szeretettel, az úgy hangzik. Én elmondom neked, hogy te szép és szerethető vagy, ha te elmondod nekem, hogy én szép és szerethető vagyok. Ennek nincs köze a szeretet. A szeretet egy tökéletesen önmagában létező állapot, amikor számomra teljesen mindegy, hogy te szeretsz engem vagy nem. Én attól szeretlek és elfogadhatónak tartalak. Ha így nézünk a szeretetre, ezt tudom, hogy nagyon meglepő, nagyon megrázó, ha így nézünk a szeretetre, ez egy teljesen más képet fog adni, és segít nekünk majd azt is megérezni, amikor majd később átmegyünk a tudatossági szintekre, és beszélünk a szeretetről. A szeretethez is szeretnék egy példát mondani, pont azért kisarkítva, hogy még jobban megérthető legyen. Amikor egy kapcsolat elindul, akkor általában leszúrjuk a karóinkat, a határjelzőinket. És ezeknek a beszélgetéseknek az egész kapcsolatra kihatása van. Én egy ilyen szituációban ezt szoktam mondani az új partneremnek, ismerősömnek, hogy ha én azt látom, hogy mi ülünk valahol, és a szomszédos asztalhoz pislogsz, én fel fogok állni, oda fogok menni a másik asztalhoz, és annak a jóképű fiatalembernek szólok, hogy tegye meg azt, hogy átül a mi asztalunk. Mert hiszen az a személy, aki nekem fontos, akit én szeretek, láthatóan nagyon érdeklődik iránta. A tanítványaim itt egy kicsit meg szoktak lepődni, de az igazi felhördülés akkor jön, amikor hozzáteszem. És a szex az nem a határ. Ha én szeretek valakit, akkor maximálisan elfogadom és kiszolgálom az ő vágyait és igényeit. Elég meghökkentő volt, ugye? Na, menjünk tovább. A hatos szint a remény szintje. Ezt mindig ki szoktuk emelni, mert nagyon fontos. Ez egy határvonal. Minden, ami a remény szintje fölött van, az a bőségnek az állapota. Ez egy csodálatos érzés. Ez az a elválasztó vonal, ami fölött, ha vagyunk, akkor pozitív állapotban vagyunk. Jókat teremtünk, jó dolgokat húzunk az életünkbe. Képzeljétek ezt el úgy, hogy fölveszünk egy rózsaszín szemüveget. Egész egyszerűen látunk mindent, érzékelünk mindent, de csak a pozitív dolgokra tesszük a figyelmünket. Ettől még észrevehetem, hogyha egy kutya húzza a lábát, vagy egy szegény nincstelen pénzért nyújtja a kezét, de mindenből a pozitívat, az előremutatót veszem észre, és ez hat rám. Tehát ez a legfontosabb, ezt tudni, ha a remény szintje fölött vagyok, bizonyosan pozitív dolgokat teremtek. Pozitív dolgokat húzok az életemben. Tulajdonképpen folyamatosan minden jó és minden rossz áramlik felénk a világban. Az élet minősége egy dologtól függ, hogy én milyen befogadó állapotban vagyok. Akkor, amikor a remény szintje fölött vagyok, akkor csak a szép, jó, pozitív dolgokat érzem és erősítem. Nem azt jelenti, hogy vak vagyok a többi dologra, hanem azt is a lehető legjobb megoldás szintjéről látom, a legjobb segítség szintjéről látom. Ha most lejjebb megyünk, a 22-es szint a tehetetlenség szintje. Tehetetlenség, elkeseredettség, fájdalom, kétségbeesés, szorongás. Valószínűleg mindannyiunknak ismerős, hiszen már voltunk ilyen szinteken. Ez a tehetetlenség szintje, amikor megjelenik a depresszió. Egész megdöbbentő, amikor bármivel kapcsolatban ezen a szinten vagyunk, akkor nem születhetnek jó ötleteink, megoldásaink az életünk jobbá fordítására. Egy elég érdekes gondolatot szeretnék elmondani. Ha aktuálisan valaki nem egy nagyon magas
boldogság vagy szenvedély szinten van. Szinte mindenki találhat az életében olyan témát, ahol tehetetlennek érzi magát. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Én jelenleg egyetlen Buddhát vagy Jézus nem ismerek magam körül. És mindannyian azért vagyunk, hogy tanuljunk, fejlődjünk, tapasztaljunk. Tehát senkinek ne legyen rossz érzése attól, hogy az életében van megoldatlan, vagy jelenleg megoldhatatlannak tűnő dolog. Ez csak a tanulásunk. A lényeg az, talán ennek a mostani beszélgetésnek is, hogy mindenki felismerje. Remek technikák, terápiák vannak arra, hogy amikor előjön az életünkbe egy ilyen bukkanó, egy ilyen megoldhatatlannak tűnő dolog, akkor azt a megfelelő technikát, terápiát elővéve túlmenjünk rajta. Ezek nekünk a legnagyobb kincseink. A betegségünk, az elakadásaink, ezek hozzák nekünk a legnagyobb ajándékot. De most menjünk tovább. Amikor valaki a tehetetlenség szintjén van, megjelenik a depresszió, hát ebből nem nagyon lehet kijönni egyedül. Csak olyan ember tud kijönni ebből egyedül, aki már tanult ezzel kapcsolatos terápiát és gyakorlatot. A többieknek azt ajánlom, keressen megfelelő tanítót, aki ezekre fel van készülve. De most jön megint egy nagyon jó példa arra, hogy mekkorát lehet emelkedni. Én minden tanítványomnak ezt a példát szoktam elmesélni, azért engedjétek meg, hogy itt is ezt mondjam el. Van egy csodálatos vidéki tanító barátnőm, akinek nagyon sok módszerét szeretem, tanítom, használom, és ő szokta elmesélni ezt a példát. Felhívta a legjobb barátnője. Azt mondta neki, Isza, ne is akarj lebeszélni, én már döntöttem. Megvettem a mérgeket, a gyógyszereket, és kész, ne akarj lebeszélni. Hát Itza pontosan tudta, hogy ezen a szinten nagyon nehéz hatni valakire. A legtöbb ember ilyenkor azt gondolja, hogy együttérzést kell mutatni, megértelek, hát szóval ez nagyon-nagyon nehéz, mert igazából a legjobb barátunknak segíteni akarunk. Itza tudta, mit kell mondani. Azt mondta neki, rendben van. Elfogadom azt, amit mondtál, és megértelek. Én most beülök az autómba, és egy órán belül nálad leszek. Elfogadható ez? Meg tudsz várni? Hát igen, de miért? Azért, mert akkor én útközben bemegyek az ügyvédemhez, iratok egy papírt, és a házadat és az autódat ráíratom a nevemre. Jó? Csönd lett, megkérdezi a barátnő, a végsőkig elkeseredett barátnő. Azért majd, hogyha a gyerekeim felnőnek, akkor majd nem. De ha neked már úgy is mindegy, nekem az ennyivel jobb lesz az életem. 2 másodperc múlva a barátnő anyázva letette a telefont. És ezzel az életét mentették meg. Ugyanis nézzétek meg, felugrott a düh vagy a harag szintjére. Aki ezen a szinten van, nem lesz öngyilkos. Már önmagához nem fog nyúlni. Egy ilyen dologgal meg lehetett menteni valakinek az életét. Ezért most szeretném, hogyha mindenki, aki hallja ezt az adást, jól megjegyezze, hogyha valakit lát villegni a híd peremén, akkor egyetlen dolgot lehet vele tenni. Jól felnyomni az agyát, felidegesíteni, és aztán biztos, hogy nem kifelé fog a hídról ugrani. Remélem, hogy eléggé plasztikus volt, eléggé érthető volt ez a példa, de ha belegondoltok, hogy egy ilyen egyszerű dologgal életet lehet menteni, akkor ezt így mindenki meg fogja jegyezni. Talán látható ebből, hogy ez a 22 fokos érzelmi létra, ez valóban életet menthet. Talán lehet ebből látni azt is, hogy mindenkinek az aktuális szintjét be lehet határolni, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen tudom azt, hogy most pozitív teremtésben vagyok, vagy éppen negatív dolgokat húzok be az életemben. Az érzelmi létra abban is segít, hogyha rendszeresen ránézek, akkor az érzelmi intelligenciám fejlődik. Nagyon nehéz az aktuális érzelmi állapotomat kalibrálni. Mindenki érzi, hogy most
jól érzi magát, vagy nem jól érzi magát, de hogy ez pontosan melyik érzelem, ezt csak gyakorlással lehet kifejleszteni. A tanítványaimnak ezt az érzelmi létrát úgy szoktam kiosztogatni, hogy alatta fel van sorolva nagyon-nagyon sok pozitív érzelem, és nagyon-nagyon sok negatív érzelem. Az a megdöbbentő, hogy mindegyik kifejezés ismerős. Egy ismeretlen szó nincs benne, a nehézség csak az aktuális állapotomra való kalibrálás. Ha ezt valaki elkezdi gyakorolni, az élet minden szintjén sikeres, és messze sikeresebb lesz, mint ahogyan eddig volt. No, ez volt az érzelmi létrának a fantasztikus jelentése, jelentősége. Remélem, hogy mindenkit meg tudott fogni. Hogyha valakinek felkeltettem a figyelmét, akkor majd Leona a végén be fogja adni az én elérhetőségemet, és én megígérem, hogy aki ír egy levelet, egy kérőlevelet ezzel kapcsolatban, én elküldöm ezt a varázspálcát az illetőnek. De most menjünk tovább. A betegség sok embert foglalkoztat. A betegség az azt jelenti, hogy hosszú ideje bele vagyunk ragadva valamibe, és már megjelenik testi szinten. Körülbelül 30 évvel ezelőtt született meg az új német orvostudomány. Egy fantasztikus német gyógyító kezdett el foglalkozni azzal, hogy vajon miért jön valakinek az életébe egy betegség. És miután több egyetemen is tanított, hozzáfért a korlapokhoz. És összeszedte egy betegségnek nagyon-nagyon sok páciensre kiterjedő korlapjait. És elkezdett vizsgálódni, amíg egyszer csak megtalálta az azonosságot, a hasonlóságot. Annyira megdöbbent rajta, hogy elővette egy következő betegséget, arra is kigyűjtötte a pácienseket, és ott is megtalálta. No, ezeknek az analógiáknak az alapján ő rájött arra a rendszerre, ami valóban működik. Ez az egyetlen olyan orvosi vagy gyógyító tudományos rendszer, amire a tudományos szót rá lehet húzni. Ez az egyetlen olyan rendszer, ami meg tudja mondani, hogy miért, kinek, mikor, hova, milyen elváltozása jön. Ez maga az úgynevezett orvostudomány. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, bár egyszerűek a törvények is. Öt törvény van, ami meghatározza egészséget vagy betegséget. Meghatározza azt, hogy kinek tud jönni, milyen betegség, hova, mikor. Egyetlen egy dolgot szeretnék ebből elmondani, mert nagyon nagy megértést fog okozni. Idáig az érzelmi létráról beszéltünk, és most meglátjátok, hogy mennyire fontos szerepe van ennek az életünkben. Az új német orvostudománynak az egyik első törvénye, amit Dirk-Hammer szindrómának hívnak, hogy minden betegség vagy elváltozás, kivétel nélkül, mindig úgy jelenik meg, hogy öt dolog egyszerre jelen van az életünkben. Mi ez az öt dolog? Történik egy konfliktus valakinek az életében, ami drámai. Mit hívunk drámainak? Azt nevezzük drámainak, ami olyan súlyos, olyan megrázó, hogy amikor megjelenik az életünkben, nem tudunk könnyen túlmenni rajta. Ha valaki a buszon rálép a lábunkra, az 2-3 percig is fájdalmat, szenvedést tud okozni, és addig nem tudunk másra gondolni, de a harmadik percben már természetesen egészen máshol vagyunk. Amikor egy drámai konfliktus ér minket, órákig, napokig, hetekig, hónapokig nem tudunk lejönni róla. Annyira zaklat, annyira leköti a figyelmünket, hogy folyamatosan a figyelmünk, a gondolataink és az érzelmeink egy része folyamatosan ezen van. A második, hogy váratlan. Váratlan az, amire nem lehet felkészülni. Mi lehet ilyen váratlan dolog? Képzeljétek el, hogy ha valaki fél a fogorvostól, és tudja, hogy holnap gyökérkezelésre kell mennie, akkor tud csinálni egy meditációt, be tud venni egy idegcsillapítót, egy fájdalomcsillapítót. Különböző terápiás gyakorlatok vannak, az agykontroll, az agytréner. Nagyon-nagyon sok módszerrel fel tud készülni a másnapra. A váratlan dologra nem tudsz felkészülni. Az egyik percben még nincs ott az életedben, a következő percben ott van, és rád zuhan. A harmadik, hogy valamilyen konfliktust hordoz.
Ennek az elmagyarázása egy példával a legjobb. Ezt szoktam használni a tanfolyamokon. Képzeljétek el, öt ember hétfő reggel munkába áll. Kinyílik a főnöknek az ajtaja, kidugja a fejét, és egyetlen mondatot mond. Megszűnt a munkahelyük. Senki nem hall ennél többet, ezt az egyet hallja, és mégis mindenki teljesen másként reagál rá. Nézzünk egy pár példát. Ha valaki erre úgy reagál, Úristen, megszűnt a munkahelyem, mi lesz velem, meg fogok halni, ha ez egy halálfélelem konfliktus, neki azonnal a tüdejében elkezd nőni egy daganat. Ha valaki úgy reagál erre, hogy hát ez hihetetlen, én ezt nem tudom benyelni, neki azonnal a nyelőcsövében indul meg a daganat képződés. Aki erre egy olyan szöveggel reagál, tudjátok, a belső szöveg a lényeg, amit belül mondogatunk magunknak. Ha valaki azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom megemészteni, neki azonnal a gyomrába indul meg. Ha valaki például, biztosan ismertek olyanokat, akik, nem fogom tudni kikerülni, de hát ez az életnek egy része, aki rendszeresen szarozik, hát neki valószínűleg a végbelébe, vastagbelébe indul meg egy daganatképző. Vagy például képzeljünk el egy olyan embert, aki férfi, jobbkezes és 40 év körüli vagy annál fiatalabb, és a munkahelyének az elvesztését területvesztés konfliktusként éli meg. Neki azonnal a szív koszorú erének a belső fala elkezd fekélyedni. Ő így reagál. Az is elképzelhető, hogy lesz egy olyan kolléga, aki fellélek, és azt fogja mondani, utáltam ezt a munkahelyet, utáltam a főnökömet, nem baj, legalább elmegyek és találok egy jobbat. Hát képzeld el, hogy neki is lesz elváltozása. Ugyanis ő eddig benyelt valahogyan, valamilyen szinten, és most ő feloldja ezt a konfliktusát. Neki ebben a percben elindul a gyógyulása. Hiszen a gyógyulás ugyanolyan meghatározó és egy pillanathoz köthető, mint ahogyan a betegség kiindulása. Ő a gyógyulás útjára lép. Tehát ez az egy mondat mindenkinek az életébe teljesen más tud hozni. Ha ez most érthető volt, akkor megértitek azt, hogy mindenkinek az életében vannak konfliktusok, és azt, hogy hogyan reagáljuk le, ez tetten érhető, ha figyeljük a belső párbeszédet. Mindenkinek van egy belső narrátor, amelyik állandóan dumál. Bármi történik kint a világban, ő hozzáfűzi a saját véleményét. Speciális szóhasználata van. Ha elkezdünk erre figyelni, akkor előre meg lehet mondani, hogy egy ilyen drámai, váratlan konfliktus milyen irányba fog bennem kitörni? Milyen betegségre vagyok hajlamos? Emlékszem rá, hogy egy jó pár évvel ezelőtt rendszeresen, amikor valami megrázó dolog ért, az volt a fejemben, az a szöveg ment belül, hogy eldurran az agyam. Hát tudjátok, a fiúk hajlamosak az édesapa halál útját választani. És édesapám agyvérzéssel ment. Amikor ezt felismertem, rátettem a figyelmemet, és azóta figyelmeztetem magam, hogy nem beszélek így, mert nem szeretném ezt a verziót erősíteni. Érthető volt ez így? Jól van. Akkor erre figyeljetek. Tehát akkor most remélem, hogy sikerült átadni, hogy mit jelent az, hogy konfliktust hordoz egy történet. Mindenkinek másfajta konfliktus, de mindenki meg tudja találni, hogy milyen módon szokott ő reagálni. Következő, a negyedik. Érzelmileg elszigeteltnek érezzük magunkat. Ez a drága ember, ez a Hammer professzor, aki ezt az egész rendszert megalkotta. Mélységesen tisztelem. Ő egy brilliáns elme. Azzal, hogy megcsinálta ezt a rendszert, hát én azt hiszem, hogy generációk fogják őt áldani és szeretni és tisztelni. Én a legnagyobb tisztelettel egy pici dolgot hozzátenni. És ezt is csak azért, mert végül is én eléggé konfliktus vadásznak tartom magam, és ezzel a témával foglalkozom. Nem ez a legjobb megfogalmazás én szerintem, hogy érzelmi elszigeteltségben vagyunk, hanem én vagyok elszigetelve a saját érzelmeimtől.
megélem az érzelmeimet, de nem vagyok annyira kapcsolatban vele, hogy ezt pontosan meghatározzam. Ha pontosan mindig meg tudom mondani, hogy milyen érzelem van bennem, önmagamban, hogy most valamitől csalódott vagyok, dühös vagyok, irigység van bennem, vagy tehetetlenség, vagy bármi. Ha ezt meg tudom fogalmazni, akkor nem leszek érzelmileg elszigetelve. Tehát itt csak ennyi módosítást szeretnék a saját tapasztalataim alapján hozzátenni a hivatalos tanításhoz, hogy az érzelmi elszigeteltség az önmagamban van. Ez az, amit az érzelmi létre rendszeres használatával folyamatosan fejleszteni tudunk. Ha ezt fejlesztem, akkor egyébként is a siker, bármi is a siker számomra, a siker egyre közelebb kerül hozzá. És az utolsó pont, ami még ide tartozik, az, hogy pillanatnyilag nem tűnik megoldhatónak. Hát képzeljétek el, amikor valakinek meghal a gyereke, hát az bizony, az nem tűnik pillanatnyilag megoldhatónak, de akárhogyan is. Azt hiszitek, hanem idő elhomályosítja, megértést hoz. Tehát az idő a legnagyobb, legmélyebb tragédiákat, gyászokat is be tudja gyógyítani. Tehát ez az öt dolog az, ami ha egyszerre jelen van egy ember életébe, akkor egészen bizonyos, hogy betegsége elváltozása lesz. És azért szoktam én az úgynevezett orvostudományt egy olyan felvezetéssel tanítani, hogy aki nálam a megértés szintjére kerül, elkerülheti a betegségeket, mert ez az öt dolog, ami egyszerre jelen kell, hogy legyen, ebből az egyikhez hozzáférünk. És ha ezt az egyiket lenullázom, azaz nincs egyszerre jelen az öt dolog, átmegyek a konfliktuson, fájhat a konfliktus, de nem építek magamnak betegséget belőle. Érzitek, hogy ennek mekkora súlya van? Amikor egy-egy tanfolyamot éppen behirdetek, és hozzáteszem, hogy ha megtanulod és használod a gyakorlatot, amit adok hozzá, nem kell, hogy még egy betegséget építs. Én tudom, hogy ez a világon az egyik legmegrendítőbb, leglázítóbb mondat, amit ajánlhatok hozzá, de én azt mondom, hogy fogjatok a szavamon, aki megérti a tanfolyam végére, hogy hogyan történik ez az egész, akkor meg fogja érteni azt is, hogy valóban kézben tarthatom az egészségemet. Nem kell, hogy bármilyen betegséget növesszek. Itt még szívesen elmondanám azt, és remélem, hogy mindenki pozitívan fogja értékelni. Nem nagyon valószínű, hogy van olyan hallgatónk vagy nézőnk, aki az eddigi életében még nem növesztett magának valami hatalmas rákot, amiről nem is tud. Hiszen ezek a konfliktusok naponta nem egyesével érnek. Viszont, amikor a konfliktus feloldódik, ez a csodálatos szervezetünk fel is oldja, majd el is tünteti ezeket. Nem nagyon valószínű, hogy van olyan valaki, akinek nem volt még igazán súlyos betegség. De mindegyiket fel tudjuk oldani, és rendbe tudunk jönni utána. Hát a betegségeket remélem elég jól körbejártuk, és eléggé megnyugtató választ vagy ígéretet tudtam hozzátenni. Amikor arról beszéltünk, hogy egy 7 év terápia kell mindenkinek az életébe ahhoz, hogy egy bizonyos szintre eljusson, nem csak olyan terápiára gondolunk, ami már betegségben megjelent. Nagyon-nagyon sok elakadásunk van, amivel kipródunk. Ha belegondoltok például, milyen zseniális az, hogy egy új lény pontosan akkor születik, amikor megszületik. Ne gondoljátok, hogy itt valójában egy orvos beavatkozik akkor, amikor egy koraszülés történik. Hát ez a kis lény pontosan látta, amikor megtervezte ezt a mostani életét, hogy ő mikor akar megszületni. Mert hiszen pont azok az energiák, azok, amik segítenek az ő eddigi élettapasztalatainak a feloldásában, megoldásában, vagy továbbhaladásban. És egészen konkrétan számmisztikára, vagy asztrológiára gondolok.
ez mind csak annyit segít nekünk, hogy ha ismerjük ezeket a dolgokat, akkor tudjuk, hogy mivel van dolgunk, mit kell tapasztalnunk, mire van szükségünk. Na, ezek a terápiák, amik igazán segítenek a fejlődésünk. Elég sokfajta dologgal foglalkoztam, tehát nagyon sokfajta gyógyítás van. A szellemgyógyászatnak az egyik verziója a sámán gyógyítások. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez nem kap annyi teret vagy nyilvánosságot, mint amennyit megérdemel. Magyarországon nagyon-nagyon hozzáférhetőek a sámán gyógyításnak a fogásai, a technikái. Én viszont elég sokat jártam a világot, és ebben a témában nagyon-nagyon sokat tanultam. Én azt hiszem, hogy az az új világ, amit építünk, aminek a küszöbén vagyunk, az mindenképpen újra a helyére fogja tenni a sámán gyógyításokat. A sámán gyógyításoknak egy része például a gyógynövényeknek a használata. Egész megdöbbentő, hogy milyen különleges gyógynövényeink vannak, amikről nem nagyon beszélünk. Nem konkrétan a kis tasakos gyógynövény tejákra gondolok, mert hát nem igazán az adja a megoldást, és most szeretném felhívni a társaimnak, a hallgatóimnak a figyelmét arra, hogy a gyógynövény gyógyításra való. Vannak olyan gyógynövények, amik megelőzésre, ebből elég kevés van. Amikor én elkezdtem foglalkozni a gyógynövényekkel, megdöbbentem azoknak az erején és hatásosságán, és elkezdtem napi rendszerességgel, aktuálisan gyógynövény keverékeket csinálni magamnak. De nem voltam beteg. És ezzel egy terhet tettem a szervezetem. Ugyanis a testen belüli információnak két nagyon-nagyon fontos része van. Az egyik a víz, a tiszta víz. Tiszta víz rendkívül fontos, ez viszi az információt a testünk. Messze többet kellene fogyasztanunk, mint valószínűleg, mint bármelyik hallgató, aki jelenleg hallja ezt a műsort. Amikor úgy viszem be a folyadékot a testembe, hogy teákat csinálok belőle, akkor, amikor nem beteg vagyok, vagy nem konkrétan valamit megelőzni szeretnék, akkor egy hatalmas terhet adok a vesémnek. A vese az egyik legcsodálatosabb rész, az életerő akkumulátorú. Hogyha ezt folyamatosan megterhelem azzal, hogy állandóan csak gyógynövény tejákat iszom, anélkül, hogy beteg lennék, vagy konkrétan megelőzni kellene, akkor szegény folyamatosan egy turbó módban dolgozik és tisztogatja ezt a vizet, hogy fel tudjam használni másra is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek azt a 2,5 liter tiszta vizét meg kellene innia, függetlenül a tejáktól, gyógyteáktól, levesektől, gyümölcsléktől. A másik része a gyógynövényeknek. Egyszerűen nem vagyunk tisztában azzal, hogy az orvostudomány jelenleg, hát amit jelenleg orvostudománynak hívnak, az gyógynövényeket használ, ami gyógyításunkra. Egyik legdrágább gyógyszer, amit pár évvel ezelőtt kitaláltak az influenzára, az Amiflu. Ez gyakorlatilag csillagánis. Csillagánis mindenhol van. Szerintem legkevesebb már Kínában, mert ott rendszeresen felvásárolják a svájci gyógyszergyárat, és 10-20 ezer szeres haszonnal árusítják. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az igazán erős gyógynövényeket, ha megismerjük, ezek hozzáférhetők és mellékhatások nélkül használhatók. Elmesélem, hogy az egyik expedíciómon az Amazonas mentén véletlenül pont úgy sikerült, hogy egy komoly lázat kaptam, ahogy beértem a dzsungelbe. Hát ez elég megdöbbentő, mert a láz nagyon-nagyon le tud teríteni valakit. Az indián vezető észrevette, hogy valami komoly bajom van. Először azt hitte, hogy csak szomjas vagyok, és amikor mondtam neki, hogy igen, nagyon szeretnék inni egy kis vizet, hát keresett a földön egy faágat, ami tulajdonképpen olyan volt, mint egy lián. Ebből a liánból levágott egy méteres darabot, hát körülbelül egy olyan felnőtt férfi karvastagságú volt, felemelte, az a számhoz tette, és megdöntötte. Képzeljétek el, hogy egy rózsaszínű, fantasztikus
ízes és hideg folyadék kezdett jönni belőle. A dzsungel 50 fokos volt, döblesztő volt a hőség, mégis ez egy nagyon kellemesen hűvös, tápláló ital volt. Egész jól éreztem magam. Aztán, hogy haladtunk tovább, megint a láz kezdett legyűrni. És amikor ezt így észrevette rajtam, körülnézett, oda ment egy másfél méter magas cserjéhez, amin kis narancssárga bogyók voltak, tépett egy pár levelet, és odaadta, hogy vegyem be. A jó keserű íze volt, mint a kininnek, de ez nem kininfa volt. És képzeljétek el, ahhoz képest, hogy a számba elkezdtem összerágni, 3 perc múlva elmúlt ez a nyomás a szememről, elmúlt az ízületeimből a láznak ez a feszítő fájdalma, 5 perc múlva pedig tökéletesen tiszta, egészséges, jó állapotban voltam. Hasonló gyógyszer sincs, higgyétek el. És ez csak ott az erdőben az indián csak oda nyúl, és tudja, hogy hova nyúl, és már is a rendelkezésünkre bocsánatja. Az ilyen expedíciós kalandokból egy milliót tudnék mesélni, és számomra azt mutatja, hogy ami még a dzsungelben van, ami még nem került ki, azzal meg lehetne reformálni a civilizáltnak nevezett ember életét. Sok ilyen különlegeset tudnék még mondani, de miután halad az idő, szeretném valahogy úgy befejezni, ahogy ez igazán korrekt lehetne. A sámán gyógyításokat mindenkinek ajánlom figyelmében, mert messze több, különlegesebb, határozottabb, erőteljesebb, mint amiről beszélünk. De természetesen a mai kornak is megvannak az aránylag modernnek nevezett terápiás verziói. Ezekkel is foglalkozom. Azt szoktam mondani, hogy minden ember másfajta gyógyítást tud elfogadni, másfajta gyógyítást tud befogadni. És mindenkinek pont azt kell megtalálni, ami számára az elfogadható és befogadható. Talán még a végére annyit tennék hozzá, ami nagy kedvenc szokott lenni, amikor bemutatót tartok, hogy gyógynövényekből és vitaminokból van egy elixírem. Ez már több mint 20 éve működik, nagy sikerű bemutatókat szoktam csinálni vele. Bárkinek hát olyan 35-40 fölött bárkinek az arcáról egy 10 évet le tudok vele törölni, és minden bőrbetegségre tökéletes megoldás. Azt hiszem, hogy itt az idő, ugye? Hát sajnos, Zoltán, itt az idő, de ha megengeded, akkor így most a nézők nevében is nagyon-nagyon szeretném, hogyha újra eljönnél hozzánk. Én sokszor tehát nagyon figyeltem, de szinte belemerültem abba, amit mondasz. Próbáltam jegyzetelni, de a nézőknek azt mondom, hogyha szeretnék Zoltánnak visszanézni a mostani beszédét, előadását, felletvedve, akár Zoltántól is lehet majd kérni, vagy akár tőlünk a Szinergia Online fórumról. Zoltán, én csak ezzel tudom zárni, hogy nagy-nagy tisztelettel szeretném, hogyha igen, a nézők is így reagálnak, hogyha újra a vendégünk lennél. Közben itt jöttek kérdések, hogy a tanfolyamaidat esetleg online el tudnák-e érni, mert ugye itt több országból néztek most téged. Az az igazság, hogy ez még csak most nemrég merült fel, hogy online tanfolyamot kellene csinálni. Én megkérdezek benneteket, illetve a tudó embereket, akik a technikához értenek, hogy ez így működik hozzáférhetően, és én nagyon szívesen és örömmel megcsinálom. Tulajdonképpen, hogyha igény van rá, és valami segítséget kapok, hogy pontosan technikailag ez hogyan kell, boldogan és szívesen. Köszönjük szépen, Zoltán. Én tényleg mással nem tudok. Most nektek csodálatos volt, és nagy szeretettel várunk vissza, Zoltán. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy velünk voltál, és a vendégünk voltál. Áldás! Nagyon szép napot neked is, és a nézőknek is. Viszontlátásra, sziasztok! Köszönjük, Zoltán!